Miniszterelnök úr, Krecz Károly, rendőrrajzedes jelentem, hogy a rendőrség állományába próbőrőre kinevezettek ünnepés eskütételre felsorakoztak. Tisztettség! Pihenj! Felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt esküvők, tisztelt tiszthelyettesek, hölgyeim és uraim! Mindig felemelő pillanat, olyan ifjakat köszönteni pályakezdésük alkalmából, akik hazájuk fegyveres szolgálatát választották hivatásul. A mai eseménynek az ad különleges rangot, hogy önök hivatásukat abban az évben kezdik meg, amelyben Magyarország megújul. Önök is tudják, hogy nekünk, akik szeretjük a hazánkat, akik itt akarjuk leélni az életünket, akik itt akarunk szép és biztos jövőt a gyermekeinknek, együtt, közösen, összefogva kell visszarántanunk Magyarországot a szakadék széléről. Hazánk a szakadék szélén egyensúlyoz. Gazdasága legyengült, feje búbjáig eladósodott, a tisztességes munkának még nincs becsülete, a családok tekintélyes része még szegény és napi megélhetési gondokkal küzd, a bűn felszaporodott, és még nyitva áll az üllés mélységei felé vezető út. Önök is láthatják, Magyarország megújulásért kiállt. A megújulás nem váradhat magára. Magyarország rendet és biztonságot akar. Önök a legnehezebb és egyben legszebb pillanatban vállalkoztak a rendőri hivatásra. A hazának ma égető szüksége van önökre. Sokat is várunk önöktől, és a becsületes, eredményes munkáért önök is sokat várhatnak a hazájuktól. Most az önök szakmája is átalakul. Az átalakulás lezárultával az önök helyzete, erkölcsi, anyagi megbecsülése, életszínvonala jelentősen meghaladja majd a jelenlegit. Ma azért vagyunk itt, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy erős biztatással, jó kívánságokkal és reménnyel útnak indítsunk egy új rendőrgenerációt. Biztatjuk önöket, munkájukat örömmel és megelégedéssel végezzék. Kívánjuk önöknek, hogy szolgálatukat biztonságban teljesítsék, mert ez a pálya nem veszélytelen. És reménykedünk is abban, hogy az önök munkája beépül a most újjászülető, erős, gyarapodó, önbizalmát és önbecsülését visszanyerő Magyarország jövőjébe. Tanáraik munkáját köszönöm. Édesanyjuknak és édesapjuknak hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk azért, hogy szép, egészséges, a haza szolgálatára kész, a hivatásuknak megfelelni akaró, becsületes és szorgalmas fiúkat és lányokat neveltek. Munkájukhoz sok erőt, jó egészséget és Isten áldását kívánom. Köszönöm, hogy meghallgattak. Miniszterelnök úr, köszönöm. Díszettség! Gyász! Figyelem! Díszmenet! Díszettség! Oszlop a csapatzászlóra! Első, második, harmadik század! Irány utánam! Lépés, indulj!